Derűlátó embereket kértünk arra, hogy mondják el itt a stúdióban, mi a derűlátásuk alapja, és hogyan lehet megőrizni ezt az állapotot. A derűlátás adomány? Vagy meg kellett küzdeni érte? Egy idő óta érzem már, hogy engem szeret az Isten. És ez olyan bizakodással és örömmel tölt el, pedig az életemben voltak nehéz pillanatok. Házassági válság, a kisfiam halála 8 évvel ezelőtt, de az az erő, amit a Jóistentől kaptam én és a családom, hogy ezekből a dolgokból talpra tudtunk állni, olyan derűvel és bizakodással tölt el, hogy talán ebből a derűből és bizakodásból másoknak is tudok adni a családba. Azt hiszem, hogy ebből a szempontból lehet rám számítani, hogy belőlem vidámságot merítsenek. Nem is tudom elképzelni, hogy az Isten kegyelme nélkül ezekből a dolgokból hogyan lehetett volna felállni. Amikor a házassági válságban, amit megtudtak az anyósom, még húsvétkor derült ki, eljöttek hozzánk, azt csukta a fülembe, hogy ne keseregj, mert van feltámadás. A feltámadás, ami eljött, és az életünk kerek egészé vált, a házasságunk is, és a kisfiam elvesztéséből is talpra tudtam állni, és az egész családunk talpra tudott állni. Ez az üzenet, amit akkor a fülembe sugott az anyósom, ez olyan erőt adott, és olyan bizakodást, hogy másokat is tudok biztatni. Sokan jelentkeznek hozzánk, akik elesettek, akiknek a házassága nem alakul jól. És ezzel a reménnyel tudom őket biztatni, hogy ahogy nekünk volt feltámadás az életünkben, úgy nekik is lehet, mást nem kell tegyenek, mint bízzanak a Jóistenben. Imával, szeretettel forduljunk embertársaink és a környezetünk iránt. Én csak azt tudom üzenni mindenkinek, hogy van feltámadás, bármi rosszat is hozott az embernek az élet, abból bölcsességgel, erővel, kitartással és Isten hittel igenis fel lehet állni. Legyünk derűsek, ahogy ezt egy nagy elődünk mondta, legyünk derűsek, ahogy én is derűs vagyok.